A szilki egyik legkisebb, és talán legnagyobb szerszáma van a kezemben, de mind a kettőre szükség lesz ahhoz, hogy elmagyarázzam az élezésnek a titkait. Ez a pici szerszám, a szilkinél kapható élező szerszám, kis tasakban érkezik, igazából egy reszelő, gondolom valami nagyon finom borítással, és ezzel lehet a megkopott fogakat élezni. De nem minden szilki fűrész élezhető, hanem csak a hayate, a hayauchi, a katanaboly, ami a kezemben is van, az ibuki, a sugoi és a sugowaza. De önnek nem kell megegyeznie mindezt, én is csak erre az egyetlen másodpercre tudtam. Minden fűrésznek a csomagolásán ott van a piktogram, hogy ez a fűrész éppen élezhető-e. Így néz ki a piktogram, egy reszelő és mellette a fogak. Ezek a fűrészek nem csak az élezhetőség miatt örök életűek, hanem főleg azért, mert minden egyes alkatrészük cserélhető. És nem ám csak a penge, meg a nyíl, meg ezek a fontos dolgok, hanem hogyha szürke csavarok helyett piros csavarokat szeretnék, vagy ezeket a díszes csavarokat, azokat is bármikor megkapom egy katalógusból, és leginkább a rudazatos fűrészeknél, ahol robbantott ábrák segítenek a megfelelő alkatrész kiválasztásában. Ha valaki furcsa kopást tapasztalna a fűrészeknél, akkor nem biztos, hogy ez élezést igényel. Sokkal inkább előfordulhat, hogy nem a megfelelő hosszúságú, vagy nem a megfelelő fogazatú fűrészt választotta. Például a gombtáró előjárabban, hogy 6 féle hozban és 5 féle fogazattal készül. Nem állítom, hogy minden kombináció kapható, de legalább 10 féle gombtárót lehet kapni. A csurugi még ezen is túltesz, ő nem csak fogazatban és hosszúságban, de még íveltségben is kínál alternatívát. Ezek a csodafűrészek sokkal simább és gyorsabban gyógyuló meszlapokat hagynak, mint a benzinmotoros fűrészek, mégis ha fontos nekünk a fák hosszú élete, akkor kenjük be őket fasebb kátránnyal.